Jó reggelt! 2022. október 29-e van, és senkit ne tévesszen meg ez a köd. Nem a ködös Albionban, hanem a Zempénben tartózkodunk jelen pillanatban. Sátoraljóhelyről indultunk, és a Nagynyugodó felé tartunk. Nem számít nekünk az időjárás most, ebben a nagy ködben támad kedvünk felfedezni a Zempén érdekességeit. A Nagynyugodó felé tartunk. Hát, igen, végül is ősz van, nem lehet panaszlokunk. Ettől egy picit jobb időt reméltünk az időjárás előrejelzés szerint. De mindegy, ezt dobta a gép, úgyhogy ilyen körülmények között fogunk ma túrázni. A kék kereszten indultunk el Sátoraljóhelyről, Ből, és ahogy mondtam most, a Nagynyugodó felé kapaszkodunk. Abból az irányból jöttünk, és már itt is vagyunk, Nagynyugodónál, 362 méter tengerszint feletti magasság, és rátérünk az országos kék túra nyomvonalára. Pecsételő, ha valaki esetleg nézni, és közben teljesíti a kéket, rendben van a bélyegző. Tehát a kék túra nyomvonalán folytatjuk utunkat. Nem esik az eső, csak a levelekről csepeg a víz. Na, van ennek a körnek is egyfajta szépsége. Sejtelmes körülmények között túrázunk. A Badalak vörös nyereg felé tartunk. Már is itt vagyunk a vörös nyereg nevezeti helyen. A kék abba az irányba folytatódik, mi pedig megyünk a piros jelzésen tovább. A vörös nyereg után balra alászedtük, és a piros és kék jelzési turista úton ballagunk lefelé. Ott jöttünk a piros kék jelzési turista úton, ott együtt vezetett a két jelzés. A kék az elment ott fönt. Mi pedig itt alászedtük balra, és a piros jelzésen Rudabányácska felé ballagunk. Micsoda magas lesz itt a piros jelzési turista út mellett. Honvédségi híradós kocsi. Na tessék. Vissza a turista útra.
erősen lefelé vezet az út Dudabányáska irányába, ami valószínűsíti, hogy majd egyszer fejfel is kell kapaszkodni. ...366 méteren volt, azt hiszem, a vörös nyereg. Hát majd azért Dudabányáskán megnézem, hogy milyen magasan leszünk. De most is meg tudom nézni. Nem akarna bele. De 251, ez elég. A 100 métert már is ereszkedtünk lefelé a vörös nyereg óta. Én nem akarom elkiabálni, de mintha ritkulna a köd, ez még akár jót is jelenthet. Abból az irányból jöttünk, megkerültük a magaslest, és most itt jövünk lefelé. Erre vezet a piros jelzés. De jól néz ki. Az avarszínes sárga, vörös színű. Fákon is a levelek. De pazar. Nyilván ilyet lehet a Mátrában is látni. Bükkben is. Viszont Dudabányácska egyik helyen sincs, csak itt, a Zemplénben. És lehet, hogy majd ott megyünk, ott a fák között látni az utat. Még akár az is elképzelhető. Nem tudom, én még itt nem jártam. Erősen a jelzésre és a telefonra hagyatkozunk. De, minthogyha ott kanyarodna vissza az út. Ez pazar. Megkerüli az út, ezt a völgyet itt jobb kéz felé. Időközben megérkeztünk Dudabányáskára, és a temető melletti görög katolikus templom található. És folytatjuk a piros jelzésen, de keresni kell majd a kék négyzetjelzési utat is, mert azon fogjuk folytatni a mai túránkat. A piros jelzéstől érzékeny búcsút veszünk, abba az irányba megy tovább a piros jelzés, mi pedig itt rátérünk a kék négyzetjelzési turistaútra. És ezen ballagunk tovább Dudabányáskán keresztül. A smaragd völgyben vezet tovább a kék jelzés. Hát itt lenni kell két mesterséges tónak, amit a magas patak táplál, de csak ennyi víz van benne. Ennyi különbség van a két meder között. Itt ennyi a víz, itt azért egy picit több. Na, hát azért ez már látványosabb, lehet, hogy körbe sétáljuk. Hát azért ez már mégiscsak tóra emlékeztet. Jó néz ki. Nagy valószínűséggel ideális körülmények között ettől magasabb a vízszintje.
ott lehet látni. Nem idáig szokott ez érni. Átmenjünk a hídon, és folytatjuk a mai túránkat. Elhagyjuk a magas patak duzzasztott vizét, ott van a mesterséges tó, és itt folytatódik a kékjelzés. Bevágtuk magunkat az erdőbe. Abból az irányból jövünk, és ott kell felkapaszkodni. Gyönyörű az erdő. Abból az irányból jöttünk, és itt a Brezsinánál újra rátérünk az országos kék túra nyomvonalára, és folytatjuk abba az irányba túránkat. Erdészeti úton vezet az országos kék túra nyomvonala, de az ilyenkor ebben a csúfidőben nem nyerő sárban jobb a kimondott turistaút. Itt lehet taposni a sarat ezt erővel. Gányás nagyon. És vannak túrázók. Ez meglepő. Ebben a hitvány időben végülis nem csak mi túrázhatunk. Abból az irányból jövünk, és itt megálltam egy pillanatra. Jótékony köd lep el mindent, de azért így is van látnivaló. Cseréptó nyerge. Abba az irányba vezet a piros, ott kellene elmenni a fekete hegy felé, de hát ugye azt kihagyjuk, mert nincs értelme ilyen időbe felmászni a kiváltóba. A kék túra folytatódik abba az irányba, mi pedig
piros jelzésen abba az irányba folytatjuk. Itt vezet a piros jelzésű turista út, tehát jó úton haladunk, és lefelé. Ez belevezet az országos kék túra nyomvonalába, úgyhogy majd újra fogunk kék túrázni. Egyelőre tehát itt lefelé ballagunk. Itt vezet az út, ottan a jelzés a fán, oda le a völgybe. Abból az irányból jövünk, elég mostoha körülmények között vezet ez a piros. És abba az irányba tartunk. Gábor forrás, Csontos kút. A telefon szerint még lesz 3 forrás. Itt a piros jelzésű turista út mellett. Csinos kis faház mellett vezet el az út, és hogy hol vagyunk? Nyilazóvölgyi pihenőhely. A pihenőhely után ilyen szűk turista úton vezet az utunk, még mindig a piros jelzésen ballagunk. És már is visszatértünk a kékre, puszta délő, nanyugodó 5,5 km balra, cirkáló tanya, jobbra 3 km. Akkor ismét kékezünk egy kicsit. És már is itt vagyunk a Rákóczi fánál. Csonka kútnál vagyunk, és
pedig balra egy rezsicsökkentett ház. Feltoltuk a nagy nyugodóhoz, ismételten ezzel a kör bezárult, és lassan ballagunk vissza az autóhoz. Jó néhányan kék túráznak. Itt jöttünk fel reggel, viszont nem ugyanazon az úton fogunk visszamenni. Egyelőre a piros kereszt jelzési úton ereszkedünk lefelé. Fel kellett öltözni, mert nagy nyugodóig végig emelkedett, egész jó idő volt. Itt már ugye lefelé jövünk. Nem dolgozik annyira a szervezet, sőt, még a szél is feltámadt. Átléptük a 24. kilométert időközben. A piros kereszt jelzésű turistaút után már a piros jelzésű turistaúton ballagunk, és amiért erre jöttünk, az a zsolyomkai pincesor. Ott véget is ér a mai túra. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem, találkozunk a legközelebbi túrán is. Addig is az Isten áldja meg mindenkit. Minden jóval. Sziasztok!